A következő műsorszám megtekintését csak a Ferencvárosi Tornaklubbal szimpatizáló kedves nézőinknek ajánljuk. Nagy Bélának, egy volt fradistának köszönheti az FTC, hogy az országban egyedülálló módon több mint 2000 erekjét zsúfoltak be az Albert stadion egyik helységébe. 1969-ben szervezett egy kiállítást a saját gyűjteményéből, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt akkor már a gyűjteménye, és ez annyira megtetszett a Fradinak ez a kiállítás, hogy őt felvette ide. A kupákon, zászlókon és fradi forintokon kívül megtalálhatjuk azt az eléggé elhasznált bőrfotelt, amelyben négy igazgató ült negyed évszázadon keresztül, vagy épp Albert Flórián katonaládáját is. A kisebbeknek érdekes lett az a matricás album, amely a boldog békeidők csokoládéiban megtalálható focisták képeit tartalmazta. A véletlenül lila-fehér pólóban megjelenő szerkesztőnek Zsiga úr az egyik kedvenc erekjéről is mesélt. Az ezüstlabdát 1903-ban alapították, az a csapat kaphatta meg, amely sorozatban többször is a dobogó csúcsára tudott állni. A csapat, amelyik zsinórba háromszor nyer, vagy összesen ötször elnyeri a kiírást, azért lesz a kupa végleg, és ez így is lett, ötször nyertük el 1909-ig, és a kupa a tulajdonában is van a Ferencvárosnak. Ahogy a múzeumvezető szívéhez közel áll Simon Tibor emlékének őrzése, úgy minden zöld szívvel rendelkező visszagondolhat a nagyszerű focistára. Fantasztikus játékos volt, lehet, hogy nem volt egy labdazsonglőr a mai szemmel, viszont ízig-vérig fradista volt az öreg fiúkra, hogy most lejárunk, és a srácok, akik akkor játszottak vele, mindig mesélik, hogy nem volt olyan pillanat a meccsen, amikor ne üzte volna a társakat, hogy nehogy leálljanak, ne adják fel. Egy olyan ember, aki megérdemli, hogy sarkot kapjon itt ebbe a múzeumban. A remek fából készült stadion makettet egy erdélyi rajongó készítette. Képek alapján elkezdte a régi pályát kreálni, és szépen el is készült, aztán jött az ötlet, hogy juttassa át, mert ez 80-as évek, még nem volt olyan egyszerű átjuttatni valamit a határon, mint most, és szépen az ő elmesélése szerint ide-oda járt a makett közötte és a határ között, már többször azt hitte, hogy elveszett, aztán végül eljutatta a múzeumnak. A Nagy Béla Fradi Múzeum ingyenesen látogatható minden hétköznap dél és 15 óra között, kivéve a meccsek napján, akkor a gyet várja a fradistákat.